Hétfőtől vasárnapig délelőttönként feltérképezzük a magyar topslágereket. Bemutatjuk a legfrissebb hazai sikereket. Minden nap 11-től délig készül. A 89-es Music FM összehoz minket. Őrült nagy meglepetés vár rátok a mai Midi Hungary-ben. Élő mixelést hallottuk Music Killers DJ-nktől, és lesz játék is, úgyhogy készüljetek, hiszen aki hallja majd Canardot kacsa hangon beszélni, egyből telefonáljon az első telefonáló ugyanis, ha egy kérdése helyesen felel, már is nyer. Az ugrátás nagymestere, nagymesterei vannak itt a stúdióban. Én megmondom őszintén, kezdek nagyon félni. Juhász Gergő, a Music Killers házigazdája, és hello, Antonio. Hát, Antonio. Kata visszatapsolta a hétfőt, úgyhogy be kellett jöjjek. Kézzet, gyorsan mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi történt itt az elmúlt egy-két órában. Ugye, hát ezt csak te tudod, Gergő. Így van, és még én is így kapkodom a levegőt, és hál' Istennek háromszor leízottam itt az elmúlt 15 percben, de minden megoldódott. Ugye a Music Killers DJ-knek még nagyon új ez a dolog, hogy nálad is mixelnek minden nap hétfőtől péntekig, és nekem van egy ilyen mániám, hogy erre mindenkit figyelmeztetek, mindenkit hívok, mindenkinek üzenek még előző este, még általában reggel is, nehogy valaki elaludjon, és a többi, és a többi. Ez így volt tegnap is, meg ma is, viszont a Canard nem elérhető tegnap este óta számomra, nem elérhető, minden fórumon megpróbálok neki üzenni, minden fórumon keresem őt. Szóval, ha valaki lát a Canardot, akkor legyetek olyan kedvesek, és adjátok át neki, hogy nagyon kerestük, mert hogy neki kellett volna mixelni ezt a Canard is. Ugye én azt gondolom egyébként, hogy elaludt, nyilván egy DJ-nél ez viszonylag életszerű, hogy ez a történet előfordulhat, de a lényeg, ami lényeg, hogy 10 óra 36 perckor az esélytelennek nyugalmával, tehát a Midi Hungary kezdet előtt 24 perccel felhívtam Antóniót, hogy mi a szitu, és elmondtam, hello, hogy reggeliztél-e már? Nagyon jó fej volt, azt mondta, hogy figyelj, egy perc múlva visszahívlak, visszahívott, és mondta, hogy már úton van, úgyhogy örök hála, sokkal jövünk. Így van, a büntetést meg te fogod kifizetni, mert hogy értem ide, azt nem szeretném részletezni. Ne részletezzük, de ez hogy van egyébként, hogy... Nem, de Hungária körülton mindenkitől elnézést kérek. Hogy amit megtanítottak gyerekkorunkban, hogy egy verset és a tanulnivalót, ha csettintenek, ha felkeltenek álmodból, akkor is igen, tudni kell. Ez a DJ-knél hogy van, hogy minden esetre fel vagy készülve, és mindig nálad van a DJ cuccod? Legfőképpen arra vagyok felkészülve, hogy amikor nem az én napom van, akkor Juhász Gergőt átrakom hívásszűrésbe majd. Köszi, Anti. Tiltsál le nyugodtan ezentúl, igen. De egyébként azért én még mindig félválok az óra előtt, mert azért itt folyamatosan szivatjátok egymást, és sokszor engem is belevontok, úgyhogy azért ez a páros késik, az így együtt, igen, hogy itt vagytok a stúdióban, hát nem tudom, nem tudom. Viszont a Katának van egy jó hír, nincs egy jég, úgyhogy szerintem nem fogsz olyan sokat elesni most. Oké, szépen, igen, jól indítottam a napot, de azért kapaszkodtam, úgy jöttem le a lépcsőn, eddig nem történt semmi, eddig, hát remélem, hogy ebben az órában sok meglepetés azért nem fog érni. Hát lesz játék is, ugye, Gergő? Így van, parti belépőt lehet nyerni holnap utánra péntekre a Music Killers Club Fridays Tour első állomására. Kacsa hangon kell majd beszélned, jó, Anti? Hát ezt a Kata bevállalta helyettem, ha már én bejöttem. Jó, az jó lesz. Igazából itt van Canard, csak nem akartuk, hogy játszon nektek. Szóval ezt meghalljátok még egyszer, akkor kell telefonálni. Nem, Kacsának azért jobban megy, úgyhogy Canardot figyeljétek, ahogy Kacsa hangon beszél majd, és rögtön utána kell telefonálni, jön ez az első telefonáló, majd kap egy kérdést, és hogyha helyesen válaszol, akkor fog nyerni. Így van. Na, hát akkor nagyjából mindent elmondtunk, köszönöm szépen. Szívesen. Antonio, úgy fejben nagyjából megvan, ugye Midi Hungary van. Ez nagyon spontán lesz, úgyhogy én hátrébb is szorulok, és a zenét azt előtérbe helyezzük, szerintem mindenki ismerni ugye fogja. Egy biztos, hogy ugye csak hazai topslágereket, csak hazai remixeket játszhatsz ebben az órában. Így van, csak olyan topslágerek fognak szólni, amelyet hazai DJ-k követtek el, alakítottak át, vagy teljesen átneveztek, úgyhogy szerintem mindjárt le is lövöm az első point, mindenki ismerni fogja. Hallgassatok minket még mindig. Now, at the turntable. Your brand new Music Killers DJ. Antonio.
Játszok mögött pedig szerdesti Music Killers rezidensünk Antonio, akiről számomra kiderült, hogy bármi van, ha ég a ház, ő csettintésre egyszerűen bulit csinál, ahol kell. Kész. Ez egy picit azért erős fogalom, de nem majd ezt majd megbeszéljük, hogyha kikapcsoltad a mikrofont. Hát szépen megkérnek, akkor nagyon szívesen el tudok jönni segíteni, igen. Ezek szerint akkor Gergő nagyon kedves volt, mikor felhívott a Music Killers házigazdája ma. Így van, és olyanokat felajánlott, amit majd kicsit később be fogom hajtani rajta, úgyhogy azt mondta, bármit kérhetek tőle. Anti, ugye pendrive-ról játszol, mint most már a legtöbb DJ, ugye a CD-k azok most már tényleg nagyon háttérbe szorultak. Tényleg fel vagy készülve ennyire minden esetőségre? Hány zene van azon a pendrive-on? Hú, meg se tudom számolni, de szerintem több ezer darab. Az összes régi zene, a régi klubokban, amit játszottam, azok nagyjából össze vannak tömörítve, le vannak kategorizálva, hogy ilyen klasszik, olyan klasszik, old school, és hát a klasszikok között ugyanígy előtúrtam most, ha mondhatnánk azt, és leporoltam egy Belokka és Sonic és Lauer Canard közösen, az Earth, Wind & Fire van átdolgozva, Boogie Wonderlandet megcsinálták még annó, és ezt nagyon sokat pörgettük a klubokban, úgyhogy ezt most elhoztam hozzátok. Itt a Made in Hungary-ben egy igazi, mondhatnánk azt, hogy music killeres régebbi darab szól most alattunk, az Earth, Wind & Fire átdolgozása, a Boogie Wonderland. Hoppá, akkor folytassuk, és nem is akarok hozzá beszélni mást, majd a kicsit később, mert hogy lesz itt is. Majd kifaggatsz, Igen, így van. Antonio. We'll be right back.
aki pedig mixel nektek nem más, mint szerdesti Music Killers rezidensünk, Antonio. Ibi, képzeld el, Norvégiából küldött nekünk egy SMS-t. Nem szoktam este hallgatni a műsort, de ettől a számtól szerintem még az előzőre gondolt, a hidegrázott olyan jó volt, nagyon jók vagytok. Köszönjük szépen. Eddig a Media Hungary, vagy mondhatnám a Music Killers, hogy szervesen együtt működnek egymással, így nagyon jó, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy ugye betekintést nyerjetek az esti műsorba. Attól más egyébként a Media Hungary az esti Music Killers-től, hogy itt a Media Hungary-ben csak hazai topslágerek szólhatnak, illetve hazai remixek, bootlegek, és Antonio, neked ugye sok saját szerzeményed van, illetve a Music Killers DJ-knek is, például az előbb hallottuk Bellocat, Lauer Christian, Canardot, és hát Canardot sokat említjük, az ő hangját kell egyébként figyelni, ebben az órában ugyanis belépőt nyerhetek a Music Killers Club Fridays Tour első állomására most péntekre. Ha meghalljátok tehát Canardot kacsa hangon beszélni, akkor telefonáljatok 0-72-89-89-et a számunk, az első telefonáló már is adásba kerül, akinek egy kérdésre válaszolnia kell, ha ezt sikeresen megoldja, akkor természetesen nyer. Kérdezted az előbb, hogy mennyi zene van itt rajta a pendrive-on. Hát nem tudom átszámolni, és azt sem tudom megmondani, hogy körülbelül mennyi zene van az agyamban. Ugye több mint 17 éve diszkózom, vagy dolgozom, mint DJ, és majdnem minden zenére emlékszem. Nekem még megvannak otthon a CD-s táskáim rendes válogatásokkal, szakadt papírokkal is. Máig tudom, hogy melyik számot hol találom benne. Nem is változtattam a sorrenden, hogy nehogy véletlenül megbonyolódjak, ha nehogy Isten CD-ről kell újra zenélnem. Úgyhogy hát igen, nagyon fel kell készülni. Ez nem egy olyan szakma, hogy mondhatnánk, hogy el kell vinni a szerszámos táskát, és akkor minden szerszám ugyanott van, hanem itt azért cserélődnek a dolgok, jönnek újabb szerszámok, azokkal is fel kell készülni napra készen. Ha darabszámot nem tudsz mondani, akkor beszéljünk gigabájtokról, az csak tudod, hogy mondjuk hány gigányi zene van hát azon a pendrive-on. Egy 32 giga, az biztos, hogy fullon van, mert ez egy 64 gigás pendrive, de több ezer számról beszélünk, úgyhogy tényleg én nagyon gyorsan tudok váltani, nagyon gyorsan gondolkodom zeneileg, egészen más meretok járni, pontosan azt, ahogy most is látva látszik, hogy éjszaka teljesen más stílust játszom a Music Killers-be, egy picit erősebb zenéket szoktunk oda fölpakolgatni. Nappal meggondolom a nappali műszak, meg a világosabb hangulat, az egy kicsit lágyabb zenéket hoz ki belőlem. És ebből a 32 gigából, ebből mennyi az, aminek hazai vonatkozása van szerinted kb.? Hát szerintem én vagyok a legkevesebbet magyar zenét játszó DJ-t a Music Killeresek között, úgyhogy én úgy próbálom úgy pakolgatni a zenéket, hogy amik megvannak magyar zenék és magyar előadóktól, nekem tetszenek és elkészített topslágerek, azokat dobáljam föl. Hát én nem tudom. Akkor ez most Antonio kívánság műsora? Igen, ez a saját kívánság műsora. Saját kívánság műsora, saját kedvencek egy órán keresztül. Végül is igen, hát sok esetben a DJ ugye saját magát szórakoztatja, és ha neki tetszik, nyilván akkor a tömeg is vele együtt pofozol. El kell adni a zenét. Na hát akkor adjuk el a következőt, mivel folytatod? Hát ha ki is jöttünk az Earthing and Fire-ből, akkor mindjárt egy saját átdolgozás. Andrásszal közösen készítettünk el egy régi topslágert, a Deep Dish-t és a Flash Dance-et. Teljesen újraértelmeztük pár évvel ezelőtt, és ezt nagyon sokat játszottuk klubokban, úgyhogy ezt most elhozom ide Music Killers-esen, a Made in Hungary-be tálalva. This is DJ Antonio's live act on 89.5 Music FM. The webcam is active.
Antonio mixel nektek élőben itt a 89.5 Music FM-en, szerda esti rezidensünk, úgyhogy este is találkozhatok majd vele. Nem biztos, hogy meglátjuk. Igen, a mai kis keveredés, kavarodás után egyébként imádnak téged. Na, ettől a számtól engem is a hideg rázott, aminek 11-16 körül lett vége. Tracklistát majd kaptok a Facebook oldalunkon, keressétek, és nézzétek webkameráinkat is. www.musicfm.hu, itt kattintsatok a webkamerékonra, hiszen ugye láthatjátok, ami a stúdióban történik. Mindjárt kirakunk egy képet a Facebookra, a hétfőinek a folytatása. És mivel folytatjuk addig? A visszavágó katától. Igen, a visszavágó. Én hoztam egy nagyon régi kedvencemet, amit még közösen követtünk el, egy csomóan, összesen négyen voltunk benne. Ez egy átértelmezés még hozzá. So Good-ról van szó, szerintem sokan ismerik. Nagyon sokat szólt régebben klubokban, úgyhogy tessék kinyitni a füleket, tekerni egy kicsit a hangerőt, mindegy, hogy most éppen dolgozol, vagy az autóba ülsz, és dőlj hátra nyugodtan. This is DJ Antonio's live act on 89.5 Music FM. Dave Fisher írja nekünk Facebook oldalunkon, a régi nagy kedvencem volt, a So Good, már várom a szomszédokat, hogy mikor jönnek át a hangos zene véget, de köszönöm! Örülünk!
Facebook oldalunkra ti is írhatok, www.facebook.com/musicfmhungary, vagy 0728 89 85 85. Antóniótól kérdezhettek is természetesen, hogyha szeretnétek valamit tudni, amit eddig még nem hallottatok. És ebben az órában úgy készüljetek, hogy belépőt nyerettek a Music Killers Club Fridays Tour első állomására most péntekre. Ha meghalljátok Canardot a Music Killers DJ közül kacsa hangon beszélni, rögtön telefonáljatok, az első telefonáló kerül majd adásba, akinek válaszolnia kell egy kérdése, ha ez sikerült, akkor már is nyer. Én hoztam egy olyan büszkeséget, amely nagyon jól sikerült, kikült a külföldre, és azt mondták, hogy ezt szeretnék kiadni, de megelőzött minket egy külföldi csapat, egy ismertebb név, és hogy azt a verziót adják ki, ezért ez most annyira nem lett hivatalos, viszont a 2010 környékén, mikor Andrásszal megcsináltuk, körbejárta az egész országot, minden klubba játszottak, sőt, meg itt Kuki is játszotta a délutáni műsorban, úgyhogy a vörös szőnyeget, vagyis a Red Carpetot egy kicsit átdolgozva, régi ilyen progresszív house vagy trance stílusban szerintem mindenki ismerni fogja. The webcam is active.
percet Music FM-en élőben. Szerdesti rezidensünk mixel nektek, Antonio, itt a 89.5 Music FM-en, láthatjátok is, ha a www.musicfm.hu-ra, az a szólalapunkra és a webkamerékorra kattintotok. Folyamatosan jönnek az SMS-ek, például itt van Kati, Antonio, nagyon jó a mix, vidám vagyok tőle, gratulálok, imádom a Music FM-et. Aztán valaki név nélkül szintén ezt írja, nagyon jó a mix, úgy érzem magam, mint pár éve szombaton este, Tibinek üzenném, hogy dolgozzon, Tibi dolgoz. Már ilyen mix mellett azért ilyen kicsit elvarázsolódik a gondolatunk, ugye, és hát van, akinek könnyebben megy a munka, van, aki kicsit átszellemül, és inkább már bulizna velünk együtt. Ilyen jó zenék mellé az illatos útra, a nagy kanyarba ki is álltak a drága parti fotósok. Óvatosan arra jött egy másik üzenetben a 0-72-89-89-5-ös számunkra. És itt van Béla, nagy vagy Antonio, üd Svájcból. Húha, szia Béla, üdvözlünk. Aztán jó a műsor, Zoli is írja, és ahogy hallom, már folytatjuk is. Igen, itt alattunk megindult a Music Power, nem tudtam megállítani, mert annyira jönni akart, hogy hát hallgassátok, hát fogadjátok.
Rhythm Hungary-t hallgatod a 89 Music FM-en élőben. És aki mixel nektek nem más, mint szerdesti Musicilus rezidensünk Antonio, nem sokára újra találkozhatok vele, és mivel hónap vége van, ezért este egy klasszik szettel készül nektek. Hát hétfőn Médi Hungary vonatkozásban ugye szintén egy klasszik szettet játszottál nekünk, hiszen... Igen, fele klasszik, fele ilyen mostani, így össze-vissza, viszont ma tényleg ugye a hónap utolsó szerdája van, és csak klasszikot fogok játszani. Gergő bejött az előbb, és elkérte a kártyáimat, mondta, hogy a személyt meg mindent adjak oda, mert bejelentenek ideglenes lakcímmel a Music FM stúdióban. Igen, hát hétfőn is találkoztunk, ma is itt vagy velünk, de ennek nagyon sokan örülnek. Sziasztok, remekül szórakozunk a mixetekre, a munkahelyen írja vele a Londonból. Ugye Norvégiából is hallgatnak minket, Londonból is, Svájcból is. Angliát üdvözöljük, én szombaton utazom Bristolba dolgozni, úgyhogy ha London nem kell jönni ide a stúdióba. Nem. Úgyhogy London 2 óra, gyertek nyugodtan. István is itt van velünk a Facebook oldalunkra írt. Szia Kata, Antonio mixe brutális, csak így tovább. Antonio, az lenne a kérdésem, hogy mit kell tenni egy DJ-nek ahhoz, hogy kapcsolatot teremtsen egy másik DJ-vel, legyen az külföldi vagy magyar rezidens? Hát szerintem írni kell neki mindenképpen Facebookon, vagy bizonyos fórumokon, e-mailen, és hát ugye vagy válaszol, vagy nem. Én általában minden levélre szoktam válaszolni, maximum picit időhiába, kicsit később, de volt, ami most néztem, és tavaly nyáron írtak nekem, de csak most kaptam meg, mert valamiért a Facebook ilyen spambe rakta, de viszont most is válaszoltam. Na hát akkor, ami késik nem múlik, tehát ha írtok Antóniónak, egyszer csak majd megérkezik rá például a válasz. És ne felejtsétek, hogy a mix mellett ebben az órában belépőt nyerhetek a Musicilus Club Fridays Tour első állomására most péntegre. Ha meghalljátok Canardot, Donald Kacsa hangon beszélni, akkor mindenképpen telefonáljatok. Az első ugyanis már is adásba kerül, akinek egy kérdése válaszolnia kell, ha ezt helyesen megteszi, akkor már is nyer. Addig mivel folytatjuk? Hoztam egy vadonatúj, Király Lindával közösen elkövetett topslágert, amit szerintem mindenki ismer, csak ezt a Let Me Be a Fantasy verziót még szerintem kevésbé hallották, kicsit future house-osabb, kicsit pattogósabb, erősebb, úgyhogy a legújabb, a tavalyi legújabb, talán ha mondhatom így, Antonios topsláger szól most itt a Médi Hungary-ben. The webcam is active. We'll be right back.
music right on time. Right on time. A 89-et Music FM-en élőben. És aki figyelt, az már is telefonál. Ugye az volt a kérés, hogy ha meghalljátok Kanárdot Donald Kacsa hangon beszélni, akkor mindenképpen hívjatok minket, és itt az első telefonáló. Halló! Szia, Gyuri vagyok. Szia, Gyuri! Na hát sikeresen nagyon gyorsan cselekedtél, úgyhogy már is mondok neked egy fontos kérdés, szerintem nagyon könnyű egyébként rá válaszolni, vagyis hogy melyik formációval nyerte meg Kanárd 2012-ben az év producere díjat? Lauer és Tommy Boy, Lauer és New Week, vagy Lauer és Kanárd? Tehát melyik formációval nyert? Év producere díjon. Hát természetesen, hogy a hármas, hiszen csak abban volt benne a neve. Így van, gratulálok! A nyereményed egy belépő péntekre a Teslába, a Musicalers Club Fridays Tour első állomására, és mellé egy karton valenciai pepperoni ízesítésű Lay's chips. De jó. Egy karton. Nagyon jó szórakozást kívánunk neked, kérlek szépen ne tedd le a telefont, jó? Jó, köszönöm. Közben most... Megvan mindenki, jó, oké, csak én ijedtem meg, semmi gond. Annyi gond van a keverőpulton. Folyamatosan érkeznek egyébként az üzenetek, például Arnold Budaörsről azt írja, nagyon jó ez a mix, sokkal elviselhetőbb a munka, szép napot nektek. Vivike például takarítás közben hallgat minket, azt mondja, sokkal jobban megy így. Aztán Székely fiú írja, na ez az igazi Antonio, atom jó. És van itt még a Facebookon is rengeteg üzenet, nagyon jó a mix, nagy vagy Antonio, csak így tovább. Tokodról írja Kis Kristóf, és itt van velünk Erika is, puszi a hasatokra, köszönjük szépen, azt mondja, eszméletlen jó a zenéd, Antonio, alig bírok magammal, Viktor pedig ott magában mulatgat el, nagyon jó a buli. Hát ez a célja a Médi Hungerynek, hogy egy csomó energiát és pozitív dolgokat átvigyünk a hallgatók számára, és mindenki jól érezze magát, még nappal is olyan legyen, mintha éjszaka lenne. Ó, de szépen mondtad. És este jön a folytatás a Music Killers-ben, ugye klasszik mixre számíthatok Antoniótól. Hány órakor érkezel pontosan? 9-kor érkezem, most kivételesen normális időben, ahogy megszokott szokott lenni, mert ugye Gergő itt átvariálta néha 10-kor, néha 9-kor, de most kimondottan 9-kor kezdek, és csak is ilyen klasszikokat fog pörgetni. Szerintem az első két szám, amit én otthon már kigondoltam, az elég meglepő lesz, mert még soha nem játszottam itt a Music Killers-ben. Na, szuper, és akkor eljöttünk a végéhez, ez az utolsó track. Így van, egy kis Animant Sound Systemet hoztam, a 68-at, András Antonio voltából átalakítva. Nagyon büszkék vagyunk erre is, mert szerintem nagyon jól sikerült, egy igazi magyar darab. Mi is büszkék vagyunk rátok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Antonio, hogy beugrottál tényleg ilyen váratlanul. És a Médi Hungary-ben holnap is élő mix lesz, úgyhogy tartsatok majd velünk 11 és dél között.
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Music Killers Friday.